Jelenleg 300 újszülött van a kórházakban, akiket a szüleik nem vittek haza. Az elmúlt egy évben 6-szorosára nőtt a számuk, írja a Népszava. A híradónknak nyilatkozó szakemberek szerint nem működik jól a családsegítő rendszer, és emelni kellene a nevelőszülőknek járó díjazást. Most éppen üres a Heimpál gyermekkórház inkubátora. A kórházak újszülött osztályain viszont más a helyzet. A Népszava írta meg, hogy jelenleg 300 olyan csecsemő van az osztályokon, akiket szüleik nem vittek haza, és eddig nem talált nekik nevelő vagy örökbefogadó szülőket a gyermekvédelem. A lap szerint az elmúlt egy év alatt 3-6-szorosára nőtt a kórházban hagyott csecsemők száma. A mentálhigiénés szakember szerint azokban a csecsemőkben, akiket nem dajkálnak, nem alakul ki az ősbizalom. Egy remény érzés, egy ilyen minden rendben lesz érzés, akkor is, hogyha éppen minden összeomlik, talpra tudok állni. Na most ezek a gyerekek, ezek a csecsemők konkrétan érzelmi bántalmazásnak vannak ezáltal kitéve, mert ezt nem kapják meg, és így indulnak neki az életnek. A szakember javaslata szerint az államnak szociális munkásokat kellene alkalmaznia, akik az intézményekben dajkálják, gondozzák a csecsemőket, amíg nevelőszülőkhöz nem kerülnek. Az egyik nevelőszülői hálózat szakmai vezetője szerint a családsegítő rendszert kell fejleszteni. Van egy nagyon vékony alapellátás, amelyik nem alkalmas arra, hogy a családokat ilyen helyzetektől megóvja. Egy csomó mindenre alkalmas, de hogy amikor ilyen végzetes helyzetben vannak, akkor nincs más eszköze, csak azt, hogy az állami gondoskodásba bele tegye. Králné Szabó Piroska azt mondta, az elmúlt években gyakorlatilag nem találnak nevelőszülőket, aminek csak egyik oka a nevelőszülők alacsony díjazása. Az a tapasztalatom, hogy azok, akik kifejezetten csak a pénz miatt csinálták ezt a nevelőszülőséget, azok igazából nem voltak jó nevelőszülők. A DK országgyűlési képviselője szerint a felelősség az állami, a megoldás pedig az, hogy emelni kell a nevelőszülők díjazását. Adanak 1,5 milliárd forintot arra, hogy a gyermekvédelmi dolgozókat ellenőrizzék rendőri módszerekkel, de azt, hogy azok a kisbabák, akik ott maradnak a kórházba, szerető gondoskodásba, nevelőszülőkhöz kerüljenek, erre képtelenek. Megkerestük a belügyminisztériumot, arról érdeklődtünk, hogy mi történik azokkal a kórházban lévő csecsemőkkel, akiknek nem találnak nevelőszülőket, hogyan alakult a nevelőszülők száma az elmúlt 1-2 évben, és emelni fogják-e a nevelőszülői díjazást. Adásunkig választ nem kaptunk.